Krisztusban szeretett testvérek! Nagyszombaton nincs liturgia, nincs evangélium. Az egyház Urunk sírjánál időzi. Az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedi. Csönd van, de beszédes csönd, ami megteremti a mély találkozás lehetőségét. A rohanás és a zajongás felületessége most messzebb kerül. A szenvedés és a halál okozta megrendültségnek kegyelmi ereje van. Hatalmas lehetőséget rejt magában. Ne fussunk el előle. Megrendülve tekintünk Isten végtelen szeretetére, aki kiszolgáltatott csecsemőként érkezett közénk. Mária és József szerető gondoskodása mellett cseperedett fel, majd megkezdte nyilvános működését. Isten országáról beszélt, ami már köztünk van. Úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint a farizeusok. Soha nem látott csodákat tett az Atya akaratából, a Szentlélek együttműködésével. A bénák újra jártak, a vakoknak megnyílt a szemük, a süketeknek megnyílt a fülük. Halottakat támasztott fel, a szegényeknek hirdette Isten örömhírét. Jézus engedelmes volt az Atya akaratának, engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, hogy visszaszerezze nekünk az Isten gyermekség békéjét, örömét, szabadságát, amit mi elveszítettünk. Erőtlenségünket ő vette fel, és betegségeinket ő hordozta. És most az ő sírjánál időzünk. Engedjük, hogy a fájdalom megérintsen, és átjárjon minket. A bűneink miatti sebek és veszteségek fájdalma, és annak fájdalma, hogy nem ismertük fel Isten érkezését, eldobtuk és keresztre feszítettük, megöltük, újra és újra. Pedig mennyire szükségünk van Istenre most, az otthonainkban, kapcsolatainkban, aggodalmainkban, mindennapjainkban. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, siess megsegíteni engem! A csendben a mélyre evezünk, engedjük, hogy a hiteles vágyak megszólaljanak bennünk. Nyugtalan a szívünk, Istenünk, amíg benned meg nem nyugszik. Amíg a te akaratod az én akaratommá nem válik, hogy így egyesülhessek veled, hogy te bennem élj, és én benned éljek. Egy történet szerint a tanítvány minden nap ugyanazt a kérdést tette fel mesterének. Hogyan találom meg Istent? Minden egyes alkalommal ugyanazt a választ kapta. Vágyakozással. De hát én teljes szívemből vágyom erre, akkor miért nem találom meg őt? Egyik nap a mester együtt fürdött a folyóban ezzel a tanítvánnyal. Megfogta, víz alá nyomta a fejét, és szerencsétlen persze elkeseredetten kapálózott, hogy kiszabaduljon. Később a mester megkérdezte tőle, miért küzdöttél annyira, amikor a víz alatt tartottalak? Mert levegőért kapkodtam. Majd ha megkapod a kegyelmet, hogy úgy kapkodj Isten után, mint a levegő után, akkor megtalálod őt. Majd szombaton nincs liturgia. Urunk sírjánál időzünk, elmélkedünk. Ez most a csend ideje, a megrendültség ideje. Isten után sóvárog a lelkünk. A Szent Három Nap egyetlen ünnep. Nagy csütörtökön az utolsó vacsora miséjével kezdődik, és a húsvéti feltámadási liturgiában ér véget. Nincs elbocsátás, nincs záróáldás, se nagy csütörtökön, se nagy pénteken, folytatódik a liturgia a csendben, a személyes imában, személyes találkozásban. Megváltásunk titkát, Isten irántunk való szeretetének titkát, három napon át keresztül próbáljuk megérteni és befogadni. Aztán ezt folytatjuk egy életen keresztül. Egy liturgia, az utolsó vacsora misztikus önátadása, ami majd az emberi szemnek is láthatóvá válik nagy péntek véres korbácsolásában és a kereszthalálban. Enélkül nem érthető a húsvéti vigília áttörő öröme. Krisztus szeretet áldozata megtöri és eloszlatja a bűn sötétségét.
meglátogat minket felkelő napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Aki a halál árnyékából megmenekül, az tud örülni igazán az életnek. Aki már hosszú ideje szomjazik, eleped a szomjúságtól, az tud értékelni igazán egy pohár vizet. Aki hisz bennem, belsejéből az élő víz folyói fakadnak. A nagyszombati csend és megrendült imádság a hit útjának elengedhetetlen lényegi része, kegyelmi idő. Isten ajándéka, hogy jobban, mélyebben megérthessük az ő szeretetének végtelen erejét, még jobban vágyakozzunk a vele való egységre.